Sok szeretettel üdvözöllek! Ebben a gyakorlatsorban egy gerincterápiás mozgásort fogunk végigcsinálni, tehát a gerinc egy gyógyító mozgásról lesz szó. Fogunk nyújtani, erősíteni, mobilizálni, tehát ha bárhol egy kicsikét fáj, vagy be van állva, ezt a sort megcsinálod, akkor fog segíteni rajtad. De egyébként tudd, hogy ez csak egy ilyen kis rövid videó lesz. Egyébként létezik egy egész gerincterápiás online tanfolyam, ezt megtalálod a Selfness Jogán, gyere föl, és akkor ott az egész tanfolyamon részt tudsz venni, azaz, ami igazán nagyon gyógyító hatással bír. Addig pedig ezt a kicsi sort megcsináljuk közösen. A gyakorlásunkat négykézláb állásba fogunk kezdeni, úgyhogy gyere te is négykézláb állásba, de arra kérlek, hogy plédet is használj, hogy a térdet ne terheljük túl. Plédet így csináld, mint én, hogy egy ilyen téglalap alakú hosszabb pléd legyen alattad, mert nem csak a térd alá teszünk most plédet, hanem az egész lábszár alá tegyél. Ahol mi alá nem kell, az a rüszt lábhát alsó része, illetve a lábujjak az lehet lent, de egyébként a térd és az egész lábszár legyen a pléddel alátámasztva. Utána elhelyezted így a plédet, gyere úgy négykézláb állásba, hogy a csuklód a vállad alatt legyen vállszélességbe, a térdet pedig a csípőd alatt legyen csípőszélességbe. Ujjaidat nyomd le, hogy ne terheld a csuklód. És akkor sima, finom kis törzskörzésekkel kezdünk. Ez azt jelenti, hogy kezdjél el köröket leírni a hasaddal, vagy mondhatnám azt is, hogy a köldököddel függőleges köröket írsz le. Itt most nyugodtan megmozdulhat a vedencöved és a vállöved is, és minél nagyobb köröket írsz le, annál inkább le tudod, vagyis annál inkább át tudod mozgatni a deréki, háti, nyaki gerinc szakaszt. Hogyha tényleg lenne nagyobb fájdalom a derekadon, akkor ne csinálj olyan nagy köröket, csak kicsiket, finomokat. Ha nincs nagy fájdalom a derékban, akkor bátran írhatsz le nagy köröket. És amikor lent írod le a félkört, akkor van belégzés, amikor fönt írod le a félkört, kilégzés. Egy ilyen törzsgőzés, az egy teljes légzés. És nézd, merre tartasz, és akkor állj meg, és másik irányba is csináld. Ugyanez a feladat, amit az előbb elmondtam neked, hogy egy kört lerajzolsz, közben egyet lélegzel, csak az irány változott. A légzés orron keresztül van, jó? Tehát mind a kilégzés, mind a belégzés ott történik. Saját tempódba csináld. Nem kell túl lassan, nem kell túl gyorsan, egy közepes, kényelmes tempót tarts. Jaj, de jó, érzed? Kilazul a gerinc, nagyon jó. Kis ízületek, porcok föllélegeznek. Majd a körzést állítsd meg, és a sima négykézláb állásban legyél. Innen most a tenyeredet tedd egy vagy másfél tenyérrel előrébb. Tapaszd le, az ujjaidat nyom le, és ezt a négykézláb állást fogjuk variálni úgy, hogy kilégzés, gyere hátra, amennyire csak tudsz, nyújtózkod nagyon a karoddal, a vállad az eljöhet most a helyéről a fölfelé, és a gerinceddel is legyen hosszú, merencét vidd hátra fölfelé, ez lesz a mozdulat, ez a mozdulat lesz mindig kilégzésnél. Belégzés, gyere vissza, és homoríts egyet négykézláb állásba. Kilégzés, megint hátra mész, jól nyújtózkod kézzel gerincet, belégzés, visszajössz, és homorítasz. És akkor csinálj még pár váltást saját tempódba, jó? Itt a... Mikor lent van a térd a talajon, akkor figyelj arra, hogy a lábszáradat is egy picikét mindig nyomd a talajnak, hiszen ha a lábszáradat is lenyomod a talajnak, illetve ugye ott a pléd alatta, akkor nem fog a térdet terhelődni. Homorításnál mélyre homoríts, amikor pedig hátra viszed a merencét, akkor nagyon nyújtóz a kezeddel és a gerinceddel is. Ugye kéz letapad, de használod a kézerőt, kinyújtod a karodat, és a medencét, mintha mindig nagyon hátra tolnád, és emellett a fejtetővel, mintha mindig nagyon előre nyújtóznál. Ez akkor van, amit most soroltam, amikor hátra engeded magad aktív babapúzba. Ezekre figyelj! És hogyha legközelebb hátra mentél ebbe az említett aktív babapúzba, maradj itt. A kezed előre nyújtózik, a medence hátra, és hosszú-hosszú a gerinc, hiszen a fej az meg előre, két kéz közé törekszik. Ezek mind a kitartás közben vannak. Ú, de jó, érzed, hogy nyúlik a derekad, hátad, nyakad, vállad, karod? Ez jó, ha érzed, ezek az izmok mindig beszoktak szűkülni, a kötőszövetek leszoktak tapadni, ezeket mind oldjuk.
Nyere vissza, gyere át a négy kézlábállásba, és tartsd a homorítást, tehát kiemeled az ülőcsontodat, kiemeled az álladat, és a hasadat, mellkasodat sűjeszted a talaj felé, és picit megtartod ezt a homorú állapotot. Most a válladat húzd hátra, húzd el a fültől. Napockás csimítsd a gerinc felé, és húzd a merence felé. Érezd, hogy a hát közepe tart. Hogy emeled az ülőcsontokat, érezd, hogy homorít a gerinc alsó szakasza is. Majd megállsz. Vagyis kijössz a négy kézlábállásban. A kezed marad ott, ahol van, vagy akár még egy picit előrébb is teheted, majd mindjárt kísérletezed, hogy milyen messzire kell tenni. Lábad, a combod nagyjából maradjon derékszögbe, és kilégzéssel elkezded beengedni az álladat a két kar közé, és amennyire tudod, sűjeszted a talaj felé. Ha le is tudod tenni az álladat a talajra, tedd le nyugodtan, hogyha ez nem megy, nem baj, nem kell erőltetni, a mellkas is közeledik. Karod az aktív, tehát ne tedd le a könyöködet, kivéve ha csak mégis leér, de egyébként ki van nyújtva a karod. És letapasztod a tenyeredet, nyújtod a karodat, válladat elhúzod hátra, lapockákat belesimítod a hátadba, ahogy az előbb is tetted. És az ülőcsontokat emeled fölfelé, és mintha lenyomott kezedből eltolnád a merencét hátra fölfelé, próbálj így dolgozni a kitartás közben, és érezd, hogy homorítod a gerincedet, de közben nyújtod is a gerincedet. Hihetetlen jó ez a gyakorlat, figyelj csak! A vállad, karod melled mind megnyújtja, a gerincedet meghalítja, azt is lazítja. Majd a következő belégzéssel gyere vissza, kezedet húzd vissza, két kéz legyen ott, a váll alatt válszélességbe. Ellentétes kéz és lábnyújtást csinálunk, figyelj, hogy elől is és hátul is legyen hely a végtagoknak. A feladatnál az az izgalmas, hogy a vállöveret, merencöveret meg kéne tartani mozdulatlanul és a talajjal párhuzamosan. Akkor erre kérlek, figyelj! Jobb kezedet, bal lábadat belégzéssel emelt ki, nyújtózkodj két irányba, majd kilégzéssel tedd le. Aztán bal kéz, jobb láb belégzéssel megemel, nyújtózkodj, majd kilégzés letesz. Folytasd! Hogyha nagyon érzékeny még a derekad, akkor a hátul lévő lábadat, amit kinyújtesz, ne emeld föl, hanem tartsd a talajon, lábujjpárnán támaszkodva. Jó? Ez lehet egy könnyítés. De ha nem fáj a derekad és bírod ezt így csinálni, akkor a talajjal párhuzamos helyzetig kiemeled a lábad. Egyébként a kezet is ugyanígy a talajjal párhuzamosan emeled, fölemelt kéz tenyere lefele néz, fölemelt láb lábujja lefele néz, tehát pipál, sarkakat egyik irányba, ujjhegyeket másik irányba nyújtod a kiemelt végtagnál. Tekintet az végig lefele néz, nem kell kiemelni a fejed akkor se, ha fölemelkedtél. Jó, majd a legközelebb négy kézláb állásban vagy, állj meg egy pillanatra, és jobb kezed, bal lábadat nyújtsd ki, ez lesz a belégzés. Kilégzésnél pedig húzd össze magad, ez azt jelenti, hogy a könyöktér bejön a törzs felé, majd belégzéssel újra kinyújtod. Kilégzéssel összehúzod magad, belégzéssel kinyújtod. Ebből csinálj párat, kérlek. Itt természetesen a merencő váll valamennyire fog mozdulni, de mégis az egész mozgás egy ilyen izomkontroll alatt legyen. Miközben én beszélek és segítelek téged az instrukciókkal, te közben végig mozogsz saját légzésed tempójában. Aha, úgy. És ha legközelebb kinyújtottad a tagjaidat, maradjon így. Tehát jobb kéz, bal láb kinyújtva, találja párhuzamosan, tekintet lefele néz. És ahogy említettem, ha túl nehéz lenne, a hátul lévő lábadat leteheted. De ha bírod, akkor tartod. Hasadat húzd be, vállövelet tart szélesen. Majd tedd le ezeket a végtagokat. Emeld meg bal kezedet, jobb lábadat belégzéssel, és mozgunk. Kilégzésnél összehúzod magad, belégzésnél kinyújtod. Kilégzésnél összehúzod, belégzésnél kinyújtod. Saját tempódba folytasd. Tekintet az mindig lefele néz, ezt nem kell kiemelni. Amikor kinyújtod a kezed, akkor se. Lábnál sarkadat eltolod. És a légzés mozgás teljes összhangban van. Nekem általában van egy tempom, de nem kell az én tempomat leutánoznod, hanem ahogy a légzésed zajlik, azzal egy időben mozogsz. Így. A legközelebb kinyújtottad, fönt lévő végtagokat maradj így, tehát akkor bal kéz, jobb láb nyújt, ez a láb, törzs, kar kiemelt, egy vonalban van, amely vonal párhuzamos a talajjal, merencő vállöv szintén párhuzamos a talajjal, hasarad behúzod, méhátizmokat feszíted, és stabilan, fixen megtartod az egész törzsén.
Majd vissza leteszed a végtagokat, és megérkezel a sima négykézláb állásba. Innen most jobb lábaddal lépj előre, két kéz közé. Ha nem tudod rögtön oda tenni a lábad, igazítsd, és aztán rakd. Majd kezed maradhat itt lent, ugye hátul lévő láb alatt még mindig ott a pléd. És minden kilégzéssel picit előre tolod a merencét, lefelé belégzéssel meg visszajössz. Tehát kilégzéssel így van a merencébe egy előre lefelé süllyedés, belégzéssel pedig vissza. Párat pumpálj saját tempódba, és minden egyes pumpálásnál, amikor viszed lefelé magad, érezd, hogy a hátul lévő láb combjának előső felszíne, illetve a merencében lévő mélyizmok megnyúlnak. Aha, úgy. És ha legközelebb így előre jöttél, maradj itt elől. Ha a derekad érzékeny, akkor megmaradsz itt, hogy lent van a kezed a talajon. Ha nem olyan érzékeny a derekad, két kezedet tedd a térdedre, és emeld ki a törzsedet. És akkor hát vagy lent maradt kézzel, vagy föltett kézzel, maradj a pózba, merencét előre lefelé tolod, talpon elől jól megtámaszkodsz, de nyugodtan mehet a térd most kicsit előrébb, mint a bokavonala, és akkor egész egyszerűen csak hagyod, hogy az a csípő izom, amit az előbb beszéltem, az még jobban megnyúljon. Hátulévő láb, lábszára és picit a lábfeje rüszt, le van nyomva, és akkor nem fog a térded megfájdulni. Majd emeld vissza a merencére, tedd vissza a kezeded, és lépj hátra jobb lábbal, és lépj előre bal lábbal. Tehát akkor a bal lábadat beteszed, úgyhogy térd boka egy vonalba, hátul lévő térd lent. És kilégzés előre, süllyed, belégzés visszajössz. Kilégzés előre, süllyed a merence, belégzés visszajön. Párat mozdulj még így, ugye nyomogatod lefelé a merencét, ezáltal a combodat, csípődet nyújtogatod. Mindig figyelj a mozgáshatára, tehát eléred a mozgáshatárt, érzed, hogy az izmok nyúlnak, de a mozgáshatárt és a fájdalom küszöbet nem kell átlépni erőszakosan, légy óvatos, és akkor nem fogsz meghúzódni, nem fogsz megsérülni. És hogyha legközelebb előre jöttél, maradj meg itt elől, ha a derekad érzékeny, lent marad a kéz, és itt tartod az ászanát, hogyha nem érzékeny a térd, föl támaszkodsz a combra térd fölött, kiemelve a törzsed. És akár lent a kezed, akár fönt, mélyítsd a merencét, süllyezd fel a tala irányába, egész mozgáshatárig, majd megint csak megállsz, átlélegzed a csípődet, a combodat, kilazítod az itt lévő lágy részeket. Ugye milyen kis kellemes, én nagyon szeretem ezeken a gyakorlatokat. Majd vissza, leengeded a kezedet. Maradj most itt, csak a hátul lévő lábadat nyújtsd ki. Tehát hátul lévő lábadat kinyújtod, a lábfejret erősen tartsd, tehát ne legyen tétlen, hanem erőt adsz a lábfejnek. A jobb tenyeredet tedd le a talajra, jobb váll alá, tehát lent vannak az ujjtövek. És innen mozgolódunk, bal kéz. Belégzéssel kiemel, nyitsz egyet, fölnézel, majd kilégzés vissza letesz. Belégzés, nyílik a kéz, nyílik a mellkas, fölnézel, kilégzés, letesz a kéz. Pár ilyen emelést, pár ilyen mellkasnyitást és csavarást végez még el. Közben figyelj arra, hogy a hátul lévő láb sarkát folyamatosan told hátra. Fejtetővel folyamatosan nyújtóz előre, hogy nyújtva egyenesen legyen tartva a gerinc. Merencöv mozdulatlan, elő a térd a boka fölött van, nem engedett kifelé jönne a térded. Amiket elsoroltam, azokat végig tart, és hogyha legközelebb fölemelted a kezed, maradjon itt fönt. Ha nem szédülsz, illetve nincs nyaki gerinc problémád, akkor fölfele néz. Ha ez nagyon nehéz, akkor csak oldalra néz. Lent lévő kezed minden ujjtövét nyom le, nyújts ki a karodat, a fönt lévő kezeddel törekedj az ég irányába. És a testedben is a tereket megtartod, fej, hátul lévő láb, sarok távolodik. De ez megvolt, vissza leteszed a kezed, hátul lévő láb térde letesz a talajra. Elől lévő lábbal hátra lépsz, és lábtartás csele. Tehát akkor most előre lépsz a jobb lábaddal. Hátul lévő bal láb lábujjpárnán támaszt és kinyújt, a lábfej megtartott, erő van benne. Bal tenyér letesz a talajra, lenyomod. Jobb kéz belégzéssel kiemel, utána nézel, majd kilégzéssel leteszed. Belégzés jobb kéz kiemel, utána nézel, kilégzés leteszed. Saját tempódba folytasd, figyelve megint arra, hogy támaszkodó kéz, kézujjai, kéztövei, ujjtövei lenyomnak,
Hátul lévő láb sarkával hátra nyújtózol, fejtetővel előre nyújtózol, elöltérd nem esik be, boka fölött marad, merence pedig fix. Amiket elsoroltam, a következőkben is figyelsz rájuk, csak a legközelebb kiemelted a jobb kezedet, maradjon fönt. És akkor jobb kézzel nagyon fölfelé nyújtózol, hátul lévő láb sarkával hátra nyújtózol, fejed tetejével pedig előre. És akkor kitartás alatt orron keresztül tartod az egyenletes mély légzést. Engedd le a fölemelt kezed, hátul lévő láb térdét tedd le, és az előlévő lábaddal is lép hátra. Ez megvolt, letesz a kéz. Most megint úgy legyen a kezed, hogy ne a vállalat, hanem egy tenyérrel tedd előrébb a kezed, ez maradjon itt. Lábnál, megint lábujjpárnán támaszkodsz. Kilégzéssel emeld ki a merencédet, emelkedj föl, ezt úgy hívják, hogy lefelé néző kutyapóz, olyan vagy, mint egy fordított V, de a térdeket egy picit tartsd hajlítva. És akkor úgy mozgolódunk, hogy egyik lábtérdét nyújtsd, másik lábtérdét hajlítsd. Ehhez tartozva egyik sarok süllyed, másik sarok emelkedik. Mintha lépegetnél, de ne lépj el, csak pumpálj párat a lábaddal. És hol egyik, hol másik lábadat, annak sarkát süllyezd a talaj felé. Ez nagyon jó, érzed? Megnyújtjuk a láb hátulsó felszínét, saroktól egészen ülőcsontig. Majd mindegy, melyik lábnál, de egyik lábadat nyújtsd, másik lábadat hajlítsd, és tartsd meg így a pózt, és akkor sarok süllyed, ülőcsont emelkedik. Figyelj, hogy a kéztámasz is legyen erős. Hogyha a csuklód nem bírja, bármikor átérsz alkartámaszba, és így is csinálhatod. De ha bírja a csuklód, akkor természetesen nyújtva marad a kezed. Lábtartás cseré, a másik láb legyen nyújtva, ez pedig behajlítva, és így is tartsd. Tehát akkor a kéz erős nyújtva, a gerinc hosszú, merencét, mint a fölfele emelnéd, fejtetőt lefelé nyújtóztatod a két kéz közé. Majd, ez megvolt, leteszed újra a térded a talajra, kezedet támaszkod a kiemeled a törzsen, és térdelő állásba jössz. Szembe fordulok veled, mert úgy sokkal jobban fogod látni a dolgokat. Csináld azt, hogy a bal térd és lábszár meg van támasztva a pléd által, a jobb lábadat kiteszed oldalra. Úgy tedd ki, hogy a jobb első lábér és a bal térd egy vonalba legyen. Ez megvolt, akkor utána jobb kézzel a jobb combon térd fölött támaszkodj meg, nyisd ki a mellkasodat, egy belégzéssel nyújj hátra föl a kezeddel, majd egy kilégzéssel nyújtózz a kezeddel a törzs folytatásaként, és maradjunk itt. Merencét tartsd úgy, hogy előre fordítod, és a farokcsontot picit húzod előre lefelé, mintha merence ettől hátra billenne, és érzed, hogy a farizom bekapcsolódik. Hasaddal is dolgozz, a köldöködet picit húz befelé, a gerinc felé. Így, így. És akkor megtartva a farizom, hasizom és a gátizom tónusos tartását, nyújtózkodj a kezeddel, lenyomott lábszárból ujjhegyek végig, és a gát területéből nyújtózkodj a gerinceddel a fejtető végig. Érezd, hogy nagyon hosszúvá válik így a törzsed és a gerinced. Aha, hú, de jó, érzed? De egy belégzésre gyere kiindul a helyzetbe, kilégzés engedd a lábad, és ugyanezt megcsináljuk másik oldalra. Ez azt jelenti, hogy akkor most a jobb lábad van letámasztva, lábszár és térd alatt pléd, a bal láb kitesz oldalra. A bal belső lábé jobb térd legyen egy vonalon, merencét fordítsd előre. A bal kanyököddel bal combodon támaszkodj meg, térd fölött. Jobb kézzel először nyújtózz fölfelé, belégzéssel nyisd ki a mellkast, majd kilégzéssel nyújtózz a kezeddel a törzs folytatásaként, és tartsd megint az oldalra hajlást. Figyelj azokra, amit az előbb is instruáltam neked. Merencét előre fordított, farokcsontot picit előre lefelé tolod, mintha bebillenne magad alá a merence, tónusba lesz a farizom, gátadat, hasadat enyhén húz befelé, érezd, hogy van egy hasfalad, és akkor nyújtózkodj a gát területétől gerincoszlopon keresztül a fejtetőig, nyújtózkodj a lenyomott lábszárból az ujjhegyek végéig a fönt lévő kéznél. És akkor érezd, hogy az oldalad is, és a gerinced is megnyúlik. Nagyon jó kis oldalsó nyújtást adunk a testnek.
és gyere vissza, egy belégzéssel kiindul a helyzetbe, kilégzés, engedd le a kezed, húzd be a lábad, majd hasra fogunk feküdni, de amikor hasra feküdsz, most figyelj arra, mert előfordulhat, hogy a derekad érzékeny, hogy úgy tedd a pléded magad alá, hogy a köldök fölött és a mellkas alatt legyen pléd, ezáltal a törzs előső felszíne picit magasabban lesz, mint a medence, és a medence majd így be tud billenni a hasonfekvésnél, és nem fogja akkor a derekadat bántani. Akkor helyezd el így a plédet, megint akkor így hosszan fektetve, ahogy elmondtam, hogy köldök fölött van pléd, de köldök alatt már nincs. Itt is így mutatom, és akkor merence így lebillen, lesimul. Feküdj úgy hasra, hogy a fejed középen legyen, vagyis homlokon támaszkodj. Így. Kezedet magad mellé hozod, tenyérrel lefelé, úgyhogy a fejed marad középen, homlokon támaszkodva. És válladat görges hátra fölfelé, tenyeredet nyomd le a ujjhegyek végig, nagyon nyújtózz el hátrafelé. Lapockákat húzd befelé, a gerinc felé, és nagyon erősen húzd őket merence felé. Érzed, mi történik? Hosszú lesz a nyakad, és kemény erős lesz a hátad közepe. Na, ezeket az állapotokat megtartva, belégzés, emeld meg a karodat, mert kilégzés, tedd vissza. Belégzés, emeld a karodat, kinégzés, tedd vissza, de mindezt úgy csináld, közben folytasd, hogy a karod az mindig nyújtózik el hátrafelé, a lapockából mindig van egy összefelé tartó és hátrafelé húzó erő. Majd úgy csináld, hogy a fejedet is elemeled. Belégzés, emel a kézfej, kilégzés, vissza. Belégzés, emel a fejkét, kilégzés, vissza. Még ebből csinálj párat, saját légzésed tempójából. Te lába talajon van végig, de finoman nyújtózik hátra a nadlábúj hegyén keresztül, szeméremcsontodat neki nyomod a talajnak, és ezt a fajta lábaktivitást megtartod, miközben mozog. Te legközelebb kiemelkedtél, maradj itt, nem előre nézünk most kivételesen, hanem lefele. Tehát kiemelted a fejeddel, lefele nézel, szeméremcsontot letolod, kezeddel nyújtózol hátra, válladat húzod hátra, és keményen megtartod erősen a lapocka közti részt. Mint vissza leengeded magad, elfordítod oldalra a fejed, lesimítod az arcod, kezed oldalt, tenyérrel fölfelé, és mindent ellazítasz. Amit az előbb tartottál izmokat, azokat most passzívá teszed. Nagyon jó kis hátizom erősítők ezek az egyszerű gyakorlatok. Ez, amikor gerincterápia van, szükségszerű ezt a részt erősíteni. Aztán fordulj hátra. Tehát gördülj át, és feküdj a hátadra. Neked nem kell így fészkelődni, én csak azért fészkelődök, hogy mindig jó legyek a kamerához képest, de csak hanyat fekszel. Erősítettük előbb a hátat, most picit fogjuk a hasat erősíteni. Hanyat feküdtél, és a lábadat emelt ki. Hát, hogyha nagyon erős vagy, és nagyon laza vagy, és nincs baj a derekadnak, akkor nyújts ki a lábad, és így tartsd. De, hogyha valami van, derékérzékenység, merevség, fájdalom, akkor kiemeled a lábad, de így hajlított térddel tartod meg. A kerescsontod így lesimul a talajnak, és a derék is lenyomódik a talajnak, ezt végig tartsd így a gyakorlás közben. Aztán kezeket emeld ki, nyújtsd fölfelé, akár így a lábszáradon is lehet a kéz, és kilégzés, csinálj egy hasprést. Emeld el a fejed és lapockát, feszítsd a hasad, majd gyere vissza, belégzés. Kilégzés, kiemel a lapocka, fej, belégzés, vissza. És vagy hajlított lábbal csinálod ezt, ahogy most mutatom, vagy ha minden oké, akkor lehet nyújtva a láb, és így is emelgethetsz. Hát ezt most rábízom, hogy melyiket választon, de fontos, hogy a láb mozdulatlan, merence derék mozdulatlan, és a has megfeszítésével emeled a lapockádat és a fejedet. És ez mind lassan történik. Kilégzéssel följössz lassan, belégzéssel lemész lassan. Hú, érzed, milyen jó? Hasnak nagyon jót teszünk ezzel. Aha, még párat mozdulunk. És a legközelebb kiemelted magad, próbálj itt maradni. Feszítsd nagyon a hasat, húzd be a gátizmokat, lélegezz a mellkasodba. Ugye a has, comb nagyon feszes, de az arc az ne legyen az, lazítsd el, és áramoljon a levegő szabadon az orron keresztül. Gyere vissza, engedd le magad, engedd le a lábad, talpra húzott háton fekvésbe legyél, két talpadat tedd egymástól távolabb, két térdedet pedig döntsd egymásnak. És miután ez megvolt, akkor
tarkon fűzd össze az ujjaidat, mondjuk így a nyakszírcsont alatt. A négy ujj ott van a nyakszírcsonton, a hüvelykujja nyakra rásimul oldalról. Lent tartva a hátad törzset, indurka-pindurkát emeld meg a fejed, de ne fölfelé emeld, hanem fogjál rá az ujjakkal, kezekkel a fejre, és húzd el. Fejedet húzod a fejtető irányába, mint hogyha fejedet el akarnád húzni a vállövtől. Mindezt a két kéz erejével éred el. Farokcsonttal nyújtózkodj el lábak felé, derekadat enged, hogy süllyedjen a talaj felé. Hát nyújtózik, és a nyaki gerinc nagyon hosszú lesz. Nagyon kellemesen fog hatni rád a gyakorlán. Oké. Majd engedd vissza a fejed, szedd szét a kulcsolást, vedd ki a kezed. Maradsz itt talpra húzott helyzetbe, de úgy helyezd el a lábad, hogy közel legyen a kezedhez. Nem kell, hogy elérd a sarkat, csak majdnem, hogy eléred. A lábfejek csípőszélességben vannak párhuzamosak, a térdek szintén csípőszélességben vannak. Gyere úgy, hogy sarokra állj, és a lábujjakat picit emel. Merencét billensd magad alá, tehát befordítod úgy, hogy a szeméremcsont közeledik a köldököz. Ezt megtartva, belégzéssel emeld meg kicsit a merencét, majd enged vissza, majd belégzés megint emel a merence, kilégzés vissza, folytasd. És mindig csigolyáról csigolyára emelkedj, és ugyanígy csigolyáról csigolyára gyere vissza, csak minden emelésnél próbáld egy picit magasabbra emelni magad. Hogyha nem érzékeny a derék, akkor jó magasra is kiemelheted magad. Ha viszont érzékeny a derekad, akkor az a max magasság, hogy a combtörzs egy vonalba kerül. És legközelebb kiemelted magad, maradj itt, nyomod a sarkad lefelé, de most már lábujjpárnákat is nyom le, nagy lábujjpárna tolódjon a talajnak, de a lábfejek ne kifelé álljanak, hanem maradjanak párhuzamosak. Akkor lenyomod lábad, kezed, merencét kiemeled úgy, hogy magad alá billented, farizmokat jól megfeszíted, és tolod a merencét fölfelé. Ügyes vagy, nagyon jó. És akkor lejövünk csigolyáról csigolyára. Most a lábadat ne talpra húzd, hanem cipészpuszba tedd. Ez azt jelenti, most mutatom így, hogy együtt van a talp, és akkor a külső lábélek is együtt, és a talajon. Engedett, hogy a gravitáció kinyissa a combodat, nyomja a súly lefelé a lábad. Te megint csináld azt, hogy magad alá billented a merencét, tehát farokcsont, szeméremcsont felé közeledik. Lenyomva a kezed, de inkább lenyomva a külső lábért és a lábmunkából erőt véve, belégzés emeled egy kicsit a merencét, majd kilégzést tedd vissza. Belégzés megint emeled a merencét, csak kicsit magasabbra, kilégzés vissza. Csinálj még 2-3 ilyen emelést, és emelésről emelésre próbáld egyre magasabbra és magasabbra hozni a merencét, amit még a lábad ereje lehetővé tesz, és nem fáj még a derekad tőle. És így párat emeltünk, hogyha legközelebb kiemeled a merencét, tartsd meg fönt. Nyomod lefelé a kezed, a külső lábéledet, merencét magad alá billentve, megfeszítve a farizmokat, jó magasra emeled a merencővet. És egyszerűen csak kitartod az állapotot pár légzésig. Engedd vissza magad csigolyáról csigolyára, engedd le a merencét, aztán húzd talpra lábakat. Innen most a jobb lábadat a bal fölött tedd keresztbe. A jobb kéz jobb lábszár és comb között, a bal kéz kintről elvezet, és a jobb lábszáron térd alatt összekulcsolod ujjaidat. Ha ez nem megy, nem éred el, vagy a térded érzékeny, akkor combodon is kulcsolhatsz. Lentartva a lapockát, fejet és a kerescsontot, kicsit húzd magad felé a lábad, kilégzéssel majd belégzés enged vissza. Kilégzés picit magad felé húzod, belégzés visszaengeded. Ezt még 2-3-szor ismételd el, szokasd a jobb csípődet arra, hogy most nyújtás alá kerül, meg hát ugye a farizmodat is. Ha legközelebb magad felé húztad a lábad, akkor már ne engedd vissza, ezt a pici finom húzó erőt tartsd meg. Úgy húzd a lábadat magad felé, hogy a kerescsontod végig lent maradjon a talajon. Kérlek, azt ne emeld fel, és vidd a figyelmedet a jobb csípő külső részére, a farizmokra, és ezt a területet lázítsd el, engedj el onnan minden feszültséget. Engedd el a húzást, engedd le a lábad, és vedd le a jobb lábat a balról. Ezt a gyakorlatot megismételjük másik oldalra. Bal lábadat a jobb fölött tedd keresztbe, a bal kéz a bal lábszár comb között vezet el, jobb kéz kintről. És ha eléred, akkor lábszáradat fogod, ha nem, vagy a térded fáj, akkor a combodat fogod. Összekulcsolod az ujjad, lent tartod a kerescsontot,
kilégzés, együtt tartott lábakat magad felé húzod, belégzés, vissza. Kilégzés, magad felé húzod, belégzés, vissza. Ezek a húzások nem nagy terjedelmekkel bírnak, hanem csak épp, hogy pár centi. És akkor ott a figyelmed a bal csípődön, szokatod a nyújtáshoz, a bal csípőn. De legközelebb magad felé húztad a lábad, maradjon itt, húzod finoman magad felé folyamatosan, de lenn marad a kerescsont. Figyelem, megint ott van a bal csípőn, átlélegzed ezt a területet, és tudatosan minden feszültséget elengedsz innen. Enged vissza, szedd le a lábad, újra talpra húzod, háton fekvésbe, helyezkedj el. Picit meg fogunk nyújtózkodni. Jobb lábadat húz magadra, a jobb kézzel fogd meg a lábadat, és ezt tartsd végig itt. A bal lábad és a bal kezedet nyújtsd ki. A bal láb sarkával, jobb kéz ujjhegyeivel nyújtózkodj nagyon két irányba. Minden belégzés, mint hogyha még hosszabbá tenni a bal oldalad, minden kilégzése pedig eléred, megtartod az elért hozt. És két-három ilyen nagy lélegzetet vegyél még, minél inkább hosszúvá varázsolva a bal oldaladat, meg hát a bal kezedet és lábadat is. Ó, de jó. Oké, majd hallítsd be a bal kezed, bal lábadat, és akkor maradjon itt a behallított bal láb, bal kéz fogja segít, és a jobb kéz, jobb láb kinyújt, kinyújtod jobb végtagokat, jobb oldalad nagyon hosszú. A sarok és az ujjhegy távolodik. Minden belégzéssel egyre nagyobb hozt hozol létre, és minden kilégzéssel megtartod az előbb elért hozt. Így egy állandó teret és hosszúságot tartasz fönt a jobb oldaladnál. És ne csak a végtagokba érezd a nyújtózást, hanem a gerincedben is, a bordakosaradban is, a hasadban is. Úgy, nagyon jól vagy. Majd hozd vissza a kezedet, itt vagy zsugortartásba. Innen zsugortartásból úgy, hogy a combodat minél inkább közel tartod a hasadhoz, dőlj el a bal oldaladra. De előtte a bal kezedet így nyújtsd ki, tehát kinyújtod a bal kezedet, kéz hát lent tenyér fönn, és elfordulsz bal oldalra. Így, comb, kéz közel. A jobb kezedet ráteszed a bal tenyérre, és kihúzod magad, nyújtózkodsz a gerinccel, és belégzéssel a jobb kezedet megnyitod, kinyitod a mellkasodat, csavarsz, és elviszed oldalsó középtartásba, majd kilégzéssel visszavezeted. Belégzéssel nyitod a mellkasodat, nyújtózkodsz, csavarsz, majd kilégzés vissza. Ebből még csinálj egyet-kettőt, mindig a saját légzésed tempójába. Ezzel a pár mozdulattal szokatjuk a testet a nyújtásra, a nyitásra, és aztán, amikor majd benne maradunk, akkor könnyen fog menni. Ha legközelebb hozod a kezed, nyitod magad, akkor már maradjon ott a kéz, ahol volt. És tartsd meg a csavarást. Tehát két kéz oldalsó középtartásban van, mindkét kéz tenyere fölfele néz. Kézhátakat lenyomod, és próbáld a lapockákat is a talajra simítani. De közben legyél nagyon nyújtózkodó a gerincoszlopba. Mint egyenesen állnál is ki akarnád húzni magad, merencét és a fejtetőt távolítsd. Így a hasad be fog húzódni, méhátizmok kicsit tartanak, de ez kell, és emellett tartod a csavarást és a mellkas nyitást. Majd egy kilégzéssel hozd vissza a kezedet másikra. Kezekre támaszkodva told vissza magad háton fekvésbe, de hogy a láb föl van húzva. Ez az egész gyakorlatsort most a másik oldalra is megcsináljuk. Tehát felhúzva a lábadat, combodat közel tartva magadhoz, dőlj el most a jobb oldaladra, a jobb kezedet meg tedd le a talajra. Húzd ki magad a gerinceddel, legyen nyújtózott. A bal kéz a jobb tenyeren, fej a talajon, ez a kiinduló póz. És akkor belégzés, bal kéz kinyit, kitárod, elviszed oldalsó középtartásba, majd kilégzéssel visszahozod a kiinduló helyzetbe. Belégzés, nyitod a mellkasodat, létrehozol egy csavarást, majd kilégzés, visszajössz. Ebből csinálj még párat, saját légzésed tempójába. Ingereket adunk a izmoknak, szöleteknek, hogy lazuljanak, nyúljanak, újra teret kapjanak. És akkor ha legközelebb kihozod a kezedet oldalra, tehát belemész a csavarásba, akkor most maradj ott. Tehát akkor a két kéz oldalsó középtartásban van, mindkét kéz tenyérrel lefelé, kéz hát lapocka talajnaktól, fejmerence távolodik, fejtetőddel egyik irányba, merencével másik irányba nyújtózkodj. És a nyújtott gerincet megtartva csavarsz, illetve hát nyitod a mellkasodat. Figyeld, milyen kellemes, milyen jó érzés ez.
Menj, gyere vissza a kiinduló helyzetbe. Menjen a kezekre, támaszkod, segítsd magad, és újra gyere hátonfekvésbe. Visszajössz a hátonfekvésbe. Csak megint úgy hozod a lábadat, hogy a combodat közel húzod a törzshöz, megfogod a lábszárakat, és a térdeiddel írd le köröket a levegőbe, és eközben a kerescsontod szélét körkörösen vezesd végig a talajon. Hú, de jó. Majd körözöd térdekkel a másik irányba, megint csak a kerescsont szélét körkörösen vezesd a talajon, masszírozzuk az ide tapadó inakat, lazítjuk a derekat. Állítsd meg ezt a körzést. Forduljál valamelyik oldaladra, így, hogy a lábak be vannak húzva, eldöltél az oldaladra, a fönt lévő kézre támaszkodva told föl magad, és kezekereit használva föltolod magad, és fölülsz úgy, ahogy számodra kényelmes és könnyen föntartható. És akkor ez volt egy ilyen kis könnyed, mondjuk egy ilyen kezdőszintű, vagy a kezdőtől egy kicsit több gerincterápiás foglalkozás. Remélem tényleg át tudtuk mozgatni a gerincet, oldottuk a fájdalmat. Ezt a gyakorlatsort megtalálod itt, a neten tudod gyakorolni. De hogyha komplexebb terápiát, komplexebb kezelést szeretnél, akkor gyere, várlak téged szeretettel a gerincterápiás tanfolyamon. A www.selfnessyoga.hu oldalon megvan, az online foglalkozások között keresd ki, és akkor ott tudunk együtt komolyabban is gyakorolni, fejlődni. Várlak téged sok szeretettel.